Az még nem megoldás, ha jól eljátszunk egy szerepet. Nem megoldás átélni szépen, igaznak lenni, meg sírni, meg mindent megcsinálni, amit kell. A megoldás az minden esetben egyetlen, valami csak ott jelenlevőnek teri betalálása. Nem lehet nyugodni, míg el nem értük a legszélsőbb, a legcsábítóbb pontot, ahol már nem játszunk, csak beismerünk, már nem védelmezünk, csak feláldozunk. Így szólnak Gábor Miklós színházi arcpoétikának is beillő szavai. Mai adásunkban a 100 éve született színész óriással foglalkozunk. Nem pusztán filmes és színpadi munkái kapcsán igyekszünk személyiségét megidézni, hanem a kevésbé ismert, de számára oly fontos hobbiaink keresztül is, mint a rajzolás, a festés vagy a fotózás. Vendégeink lesznek Gábor Júlia, irodalmi szerkesztő, Gábor Miklós lánya, és Szigeti Gábor, Kossuth díjas irodalom és színház történész. Mielőtt elkezdenénk a beszélgetést, nézzük meg Gábor Miklós névjegyét. Idén 100 éve, 1919. április 7-én született Zalaegerszegen Gábor Miklós, Kossuth díjas, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a 20. század második felének egyik legjelentősebb magyar színművésze. Apjának mozia volt, így gyermekkora a filmek bűveletében telt, majd később színészi pályájának kezdetén őt is filmjei tették széles körben ismerté és kedvelté, de sokoldalú tehetségét bizonyította képzőművészként és íróként is. Játszotta a Nemzeti Színházban, a Madár Színházban, a Kecskeméti Katona József Színházban, a Független Színházban és a Budapesti Kamara Színházban. Szuggesztív, töprengő alkatú művész volt, aki rendkívüli stílusérzékkel alakította a magyar és a világirodalom bonyolult szerepeit. Egész lényével játszott, nem voltak alkati határai. Lehetett hős és intrikus, töprengő, moralizáló vagy épp cinikus, kiábrándult figura. Színpadi szerepei közül kiemelkedik a Hamlet, amelyről egy angol kritikus azt írta, hogy Laurence Olivier után az övé a legjobb Európában, és a Shakespeare darab alcímének analógiájára Magyarország hercegének nevezte el. Az adás elején azt ígértem, hogy nem csak színészként emlékezünk rá, hanem annyi más mindennel is foglalkozott, és vágjunk is ebbe a részébe bele, mert hoztak is nekünk valamit, rajzokat és fotókat. Szigeti Gábornál vannak ezek, mutassuk meg őket. Jó estét kívánok! Ennek az az érdekessége, hogy ezt éppen ma találtuk. Most dolgozzuk fel egy anyagnak a nagy részét, ami eddig rejtve volt, és hát ez a Bajor Giziről 1942-ben készült rajz, ez ma került elő. Vagy gyerekkori nagyon jó barátjára, később Kanadába távozott, és ott meghalt, Rajci Lajos a Macbethben. Ez volt a két rajz. Ígértem, hogy majd még beszélünk erről az adásban. Annyit még áruljanak el, hogy honnan került elő ez az anyag. Ugye pár héttel ezelőtt halt meg Vas Éva, és az ő hagyatékában vannak ezek, volt, hát rengeteg rajz volt eddig is nálunk, a mi lakásunkban, de most találtunk egy fél kofferre valót. Miklós ugyanis rengeteget rajzolt, tehát, és ugyanazokat a témákat újra megrajzolta. Vagy... Például Hamletet és Shakespeare portrékat, mozgástanulmányoknak is beillő rajzokat, mert erről mindenképpen beszélgessünk, mégis lesz is egy pont az adásban, ahol erről még szó lesz. De egy kicsit térjünk vissza azokhoz a jelzőkhöz, amelyeket ráaggattak, meg amelyeket ő is használt magára, ugye az egyik Magyarország herceg, ugye ez egy Hamlet alakítás kapcsán, egy kritikus mondta róla ezt, és aztán Csinos Zseni, így is ismerték. De hogyha Gábor Júliát, a lányát kérdezem, ő hogyan szólította magában, hogyan szólítja, vagy hogyan gondol rá, milyen jelzőkkel? Jó. Bocsánat, csak egy picit azért igazítanám ezt ki, ez a Michael Billington volt, aki 60-as években többször járt Magyarországon, és nem csak apukámnak, de a Magyar Színháznak nagy rajongója volt, nagy rajongója lett. És ugye a Magyarország hercege, hát ha úgy fordítjuk a Hamletet, hogy Hamlet dán királyfi, akkor ugye ő azt írta, hogy Gábor Miklós magyar királyfi. Na, így csak fontos. Ennyi. De ez fontos egyébként, érdekes, igen, megközelítésként is. Szóval, hogy igen, az ön fejében milyen jelzők futnak keresztül, hogyha az édesapjára gondol? Hát először is ugye nem jelzők, hanem hát az, hogy apu vagy papa. Hát persze, ez az első.
papa. Nyilván az én számomra egy nagyon, az én bennem egy nagyon más kép él, mint az emberek többségében. Amikor gyerek voltam, akkor ő nem csak színészként volt népszerű, hanem azt hiszem nem vagyok elfogult, ha azt mondom, hogy egy nagyon jóképű férfi volt. Tehát rengeteg rajongója támadta az ifjú hölgyek között. Annyira, hogy hát nagyon nehéz volt például az utcára menni apuval. De még csak nem is kellett az utcára kilépni ahhoz, hogy ott megrohanják a hölgyek, hogy hát autogramot kérjenek, hanem akkoriban még ugye nem zárták a házak kapuját, úgyhogy bizonyos hölgyek belopóztak egy emelettel följebb, és akkor ott megbújtak, és várták, hogy kilép az ajtón. Tehát, na most ehhez képest ugye ezt a nagyon jóképű, mondjuk csinos zseni, tehát amit persze ő azért idézőjelben írt saját magáról. Ugye én hogy láttam otthon? Hát úgy, hogy reggel kijött a szobájából, álmosan a haja az égnek állt, és alig tudott magához térni addig, amíg meg nem itt a nagy bödön kávét. És akkor mondta neki, hogy apu, ha ilyenkor látnának a rajongó hölgyek, úgyhogy elképzelte. De ha már ennél az iróniánál tartunk egyébként, őt az egyik írásában írja, vagy könyvében írja, hogy őt kifejezetten szinte zavarta ez a férfi szépség, ha úgy tetszik magán, ahogy nézte a tükörben az arcát, egy borzasztó érzékletes leírásban írja le, hogy milyen maszkszerűnek érezte ezt a férfi szépséget magán. Miért zavarta ez őt tulajdonképpen? Azt hiszem, hogy ez azzal függ össze az ő alaptermészetével, mert ő mindent mindig legalább két oldalról látott. Tehát nagyon vágyott rá, hogy mindenki szeresse, nem az, hogy nagy színésznek tartsák, vagy rajongjanak, hanem kimondottan, hogy nagyon vágyott rá, hogy szeressék, és ugyanakkor, ha az ember megkérdezte a kollégáit, mondjuk a Madách Színházban, hogy mennyit látják Gábor Miklóst a próbákon, meg az előadásokon kívül, akkor szinte semmit. Tehát bement a színházba, bement az öltözőjébe, ott volt a Feri, az öltöztetője, és kész, és ennyi. Tehát egyrészt visszahúzódó volt, másrészt rettenetesen vágyott arra, hogy kapcsolatai legyenek, és hogy szeressék. És tehát ez vonatkozik arra is, hogy természetesen örült neki, hogy egy jó képű férfi élvezte ennek a ami ezzel járt, hogy körül rajongták, de ugyanakkor szeretett volna másmilyen is lenni. Tehát ugye színész volt, a civil arc az kevés volt neki, ő többféle is szeretett volna lenni. És a szerepeit tekintve, és annyi féle, és nagyon sokféle szerepet eljátszott, hiszen nagyon sok mindenre alkalmas volt, de mindenfélét szeretett volna alakítani. Folytatva Juli gondolatmenetét, egy színész általában szeret sokféle lenni. Na most, ha egy ilyen emblematikusan szép férfiről van szó, akkor a Miklósban még inkább benne volt az, hogy ugye most került elő egy fénykép számomra, hogy feleségem szobájában függ egy bekeretezett rajz, ahol lerajzolta magát 1947-ben a Lír király bohócaként. Fantasztikus torz figura. És megnéztük most a fényképet, nyilván, hogy mondjam, a fényképről rajzolta magát, azért tökéletes a rajz, mert a fénykép alapján készült, de hogy imádta elcsúfítani magát. Tehát, hogy pontosan azért, hogy ez is más. A harmadik Richardban hosszan dolgozott azon, hogy legyen pupos, és hogy ne legyen nagyon pupos, de pupos legyen. Tehát ezek, igen, egy színész, és Miklós alapvetően a rajzoláson, a íráson, és mindenen túl alapvetően színész volt. Ez izgatta, ezt foglalkoztatta, hogy valami ennek lenni. Tehát a legkevésbé azzal foglalkozott az életben, hogy ő egy milyen, hanem hogy ő sok milyen. Tehát a civil életében is sok milyen akart lenni. Az írás is abból adódott, hogy akkor kitalált magának figurákat, hogy... És ebből adódik a színészileg legjellemzőbb tulajdonság, ami azért kevés színészre jellemző, hogy ő nem arra hivatkozott, mert hogy ő szeret játszani, ő azt szokta mondani mindig, hogy ő próbálni szeret.
Tehát a próba folyamat izgatta igazán, mert ott kereshette az a folyamat, ahogy önmagából kibányászik valami más figurát, amilyen nem az életben. Hát pont ezzel fogjuk most folytatni. Gábor Miklós, ahogy az imént Szigeti Gábor is említette, színészként sokakkal ellentétben leginkább a próbákat szerette, amelyek során mérnöki pontossággal építhette fel a szerepeit, majd amikor a színpadra lépett, minden szélsőséget ki akart próbálni. A legendás próbafolyamatokról Lőte Attila színművészt kérdeztük, aki 60 éve tagja Madách Színház társulatának. Életem egyik legfontosabb szerepe az tulajdonképpen a Miklóssal, a Miklós Hamletjével játszott Laertész. Hát figyeltem, próbáltam nézni, hogy csinálja, mint csinálja. Nagyon-nagyon sokat tanulhattam tőle. Megfigyeltem, hogy hogyan készül erre a szerepre. Néha egy-egy mozdulatot, ahogy próbálja beidegezni az előadásnak egy-egy momentumát. Egy öltözőben öltöztünk, és ugyanaz volt az öltöztetőnk, egy remek fiatal ember, aki hát mindennel ellátott bennünket, és hát az ő előadások előtti Mamma mia, a hangpróbálgatásai, azok bizony alkalmazhattak arra, hogy az ember utánozza őt. Volt egy kor, amikor egyszerűen úgy jött nekem, hogy utánozzam őt. Nem egy tudatos elhatározás volt, de az ő a Hamlet időszakában játszott stílusa, ez a klasszikus, romantikus, ugyanakkor mégis modernnek tűnő színjátszás. Ez a szenvedélyes és mégis egy logikusan beidegzett színjátszás. Ez rendkívüli hatással volt az emberre. A legutolsó emlékem róla egy rádiófelvétel volt, ami után megkérdeztem tőle, hogy hazavihetem-e az autómmal. Ő ebbe beleegyezett, így hát én Hamletet, Gábor Miklóst vittem haza az ő 300-szoros Laertésze. Hát Gábor Miklós is azt mondta, vagy azt tekintette élete legnagyobb eredményének, hogyha azt mondták, hogy ő maga Hamlet, csak utalva Lőte Attila utolsó szavaira itt az iménti összeállításban. De egy picit arról is beszéljünk még a Hamlet előtt, hogy milyen érdekes ez az analitikus gondolkodás és a szerepek ilyetén való felépítése, miközben egyébként Gábor Miklóst, őt idézem, azt mondta, hogy az igazi alakítás a szabadság érzésével jár, és közben ő szintén az írásaiban rendszeresen beszél arról is, hogy mennyire irigyelte az ösztönös színészeket, de azért én biztos vagyok benne, persze lehet, hogy rosszul gondolom, hogy azért neki voltak nagyon is ösztönös és önfeledt pillanatai is. Látta ilyennek egyébként, mármint színpadon, ilyen ösztönösnek vagy felszabadultnak? Én nem egy saját élményemet mondanám, hanem pont a napokban volt egy ilyen emlékest, ahol Hirtling Pista beszélt az apuról, és ő mesélte el, hogy előfordult, hogy valami nagyon komolyan mondta, és akkor valamit eltévesztett. Akkor hátat fordított a közönségnek, ők csak azt látták, hogy így csinál, majd visszafordult és folytatta ott, ahol, tehát hogy csak ő átélt, hogy hoppá, hát itt valami nem stimmelt. Egyébként, hogy már egy színésznek természetesen tudatosnak kell lennie, mert ugye bizonyos dolgokat valóban rögzíteni kell, tehát nem lehet minden előadáson mindent másképp játszani. De aki mondjuk úgy, mint én, egy-egy előadást lát 20-szor, 30-szor, az pontosan tudja, hogy időnként
mintha nem is ugyanaz az előadás lenne. És ez nem is mindig a színészek tudatos akarásán múlik, hanem ki tudja min. Tehát valahogy akkor olyan a konstelláció, hogy rossz kedvű bemegy a színpadra, és egy remek előadás születik, és fordítva mindenki úgy érzi, hogy remek formában van, és aztán mégis üres lesz minden. Én visszatérnék két szóra, ami elhangzott, hogy ösztönös, és az, hogy a szabadság. Na most ez a két, ösztönösségről szó nincs. Uh-huh. Rutka Éva tajtékzott, ha azt mondták, hogy ösztönös színész. Uh-huh. De nincs ösztönös színész, az a rossz ripacs, aki, uh-huh, ami eszébe jut, csinálja. A szabadság vágy azonban az egy nagyon bonyolult dolog, mert más dolog az, hogy valaki vágyik a szabadságra, vagy szabadon mer élni. Uh-huh. Tehát a Tollal című könyvben írja nekem kedvenc történetem, hogy az Otellót próbálják a Nemzeti Színházban 1953-ban. És már előre haladott a próba, már hányadik héten dolgoznak, és az egyik nap bejön a Besenyei, és a Besenyei abszolút homoszexuálisra veszi, de kifinomultan nőiesre veszi az Otellót. A major nézi, és egyszer csak elborul az agya, és fölordít, hogy Feri, megőrültél. Mire a Besenyei föl, és mondja, mi nem jó? És Miklós azt mondja, hogy halálosan irigyelte a Besenyeit, hogy megmeri ezt csinálni. Hát persze, hogy tudja a Besenye, hogy nem így kell játszani. Ki próbálja? Uh-huh. Tehát nem arról van szó, hogy ösztönösen elszab... Nem. Tudatosan Besenyei Ferenc is kipróbál, hogy most mennyire lehet ilyen irányba vinni a dolgot. Ebből mit lehet majd profitálni? És a Miklósban ez a kettősség van, hogy a mérhetetlen intellektusával állandóan kontrollálja magát, uh-huh, és állandóan vágyik a szabadságra. Tehát nem ösztönös, hanem egy nagyon intelligens ember, aki tudja, hogy korlátozza az ösztöneit. És ebből szeretne felszabadulni. De hát ebből születnek a nagy alakítások. Egy nagyon hasonló történetet mesélt Vas Éva az Oidipusz király próbáiról, hogy ott is már azért egy ideje mentek a próbák, amikor az egyik próbán apu bejött, és ilyen nagyon stilizált japán módon kezdett el mozogni a színpadon. Na most természetesen nem japánul játszották el aztán az Oidipuszt, de biztos vagyok benne, hogy bizonyos mozdulatokban vagy tartásban ez aztán később benne maradt. Tehát igen, kipróbálja a szélsőséget, és aztán abból valami, ami valóban beleillik szerinte, meg a rendező szerint, az megmarad. Ezért szerette jobban a filmeknél, aztán később a pályára során a színházat, mert rengeteg filmben játszott, nagyon sikeres volt ugye filmszínészként is, és nagyon sokféle filmben játszott abból a szempontból, hogy játszott propagandának mondható filmekben, de játszott nagyon merész alkotásokban is, ami egészen meglepő, hogy a hatalom nem cenzúrázott azonnal, szóval ez is egy érdekes... Hát vagy azonnal, mert a Keserű igazság című méltatlanul elfelejtett 1956-ban készült, 56 nyarán készült, Várkonyi Zoltán rendezte filmet, azonnal betiltották, 86 februárjában lehetett csak újra vetíteni. Tehát... Mondjuk egyébként az éjfélkorra gondolom, voltam, ami azért téma felvetésében elég ugye a disszidálással kapcsolatos. Igen, csak az éjfélkor ezt, ugye a fiatalok ezt már nehezen tudják átélni, hogy 1957 egyfelől a terror, ez igaz, a politikai terror, másfelől még az ellenőrizetlenség egy csomó területen. Tehát az nem úgy tört, bejöttek az oroszok, letarolták az országot, Kádár beült a trónra. Volt még egy kis rés. De hát ott igen. Még olyan könyv is megjelent, amiben Kádár János írása van, és azt is betiltották, uh-huh, a József Attila emlékkönyvet. Tehát ez az éjfélkor az pont egy ilyen átmeneti periódusban született, igen. De hogy minden esetre, szóval, hogy mindenféle filmen játszott, de hogy ez a mindent kipróbálás lehetősége volt az, ami inkább a színpad felé mozdította, vagy valami más? A színpadi munkát jobban szerette.
Egyszerűen a színpadi munkát jobban szerette, egyébként nagyon sok, majdnem minden színész, komoly színész, ugye a végén bevallja, hogy jó, persze a film az népszerű, az siker, meg ismertség, de az igazi a színpad, mert ott közvetlenül találkozik a közönséggel. A filmet megcsinálják, és aztán van, aki be se ül a moziba, mert nem akarja, hogy nem, ott röhögnek, vagy ott nem. A színpadon viszont ott, amit az előbb Juli mondott, hogy minden előadás egy kicsit más, mert ugye kijön a színész, ma borzalmas a közönség. És akkor nem megy, vagy ma borzalmas voltam. Ő is jött ki ilyenekkel a színpadról, hogy ma borzalmas a közönség, vagy ma nagyon jó a közönség, tehát neki is volt. Természetesen, ez szerintem ebben minden színész egyforma, de még visszatérve a filmezésre, ugye a filmezés azért az elsősorban a rendező, ott sokkal fontosabb a rendező, mint a színházban. És főleg azért, mert ugye a színházban először a rendező tud mindent a darabról, aztán egyszer csak már a színész többet tud a saját figurájáról, mint a rendező. A filmnél fordítva van, tehát a színész az ugye ilyen kis darabokat játszik, és sokszor nem is tudja, hogy mi kerül be abból a filmbe. És az Arvo azt mondta, hogy ő egyszerűen unta a filmezést. Tehát, hogy ugye ott nagyon sokat kell várni az átállással, amíg a technika beáll, és hogy sokszor elaludt. Gondolj meg, hogy mennyire más az, hogy fölvesszük ma a film elejét, holnap fölvesszük a film végét, mindig egy ekkorka darabot. A színész építkezni nem tud, az instrukciót kell pontosan végrehajtani, meg a krétával meghúzott vonalon pontosan végig kell menni. Ami egyébként kellő profizmust igényel, hogy valaki a kamerában így úgy menjen végig a kamerával szemben, hogy tartja a vonalat. A színpadon pedig, és ettől szeretik a színészek többsége a színpadot, a színpadon végigéli 7-től 10-ig, vagy 10-11-ig az életet. Hamlet bejön, találkozik apja szellemével, és megéli az életet 3,5 óra alatt. És ezért van az, hogy egy filmforgatás, vége a forgatásnak, színész már ül a kocsiba, rohan haza, vagy a következő forgatásra. A legtöbb színész különböző módon, de ha végigjátszik például egy Hamletet, akkor utána nem tud lefeküdni 2 perc múlva. Gábor Miklós ilyenkor hazament, kért egy teát, és írta a naplóját még 2 óráig. A másik színész ilyenkor társaságba megy, igen. A harmadik színész olvas, mert a megélt életet le kell vezetnie magában. Hogy hogyan élte meg Gábor Miklós a szerepeit, arról még beszélgetünk, most innen folytatjuk. Gábor Miklós intellektuális fölénye, amit minden egyes szerepében maradéktalanul érvényesített, az ő rendkívüli és semmihez sem hasonlítható kisugárzása minden általa játszott előadást meghatározott és kiemelkedővé tett. Így emlékezett vissza a Körúti Teátrum egykori csillagára Szirtes Tamás, a Madár Színház igazgatója. Most ő követ. Én 1972 óta vagyok a Madách Színháznál, és amikor én a Madách Színházba beléptem, akkor a Madách Színház Gábor Miklós színháza volt. Azt kell mondjam, hogy megkérdőjelezhetetlenül, vitathatatlanul ő volt a színház egyes számú sztárja, és hát tökéletesen megérdemelten. Egy hallatlan, műfaji sokszínűség jellemezte, nagyon nagy drámai erő volt benne, talán a Hamlet, az ő híres Hamletja, akkor már nem ment, de hát ment a harmadik Richárdja, a nagy Sóvig játékokban a szerepei, elragadó volt a Koltusoperában, a Bicska Maxi szerepében, ami egy stíl szerep volt. Gábor Miklós egy halatlan művelt ember volt. Tehát színészek között is egészen kimagaslóan művelt volt. Nagy tudása volt, tárgyi tudása volt, és nagyon művelt volt, és nagyon mélyen gondolkodó, elemző ember volt. Később aztán az irodalmi munkásságában aztán nyilvánvalóvá vált, hogy ő nagy könyvek maradtak utána, amik színház esztétikai tanulmányok. Tehát volt egy ilyen nagyon jelentős szellemi fölény, amikor ő a színpadra lépett, ő uralta a színpadot, nem csak színész technikailag, szellemileg is.
akkor mindazt, amit most Szirtes Tamás mondott, még egy kicsit kapcsoljuk össze a Hamlettel, hogyha jól tudom, egyrészt nem csak, hogy találkozott Laurence Olivier-val, hanem rengeteg tanulmányt folytatott a Hamlettel kapcsolatban, meg Shakespeare kutatást kint Nagy-Britanniában is, tehát, hogy hosszan foglalkozott ezzel a szereppel. Hogyan építette fel ezt a karaktert, és hogyan foglalkozott vele? Ugye hát én is fiatal voltam még akkor, és ráadásul akkor még nem voltam az ő közelében. Ez egy érdekes folyamat. Mi akkori fiatalok, amikor hallottuk, hogy Gábor Miklós fogja játszani a Hamletet, akkor némi kétkedéssel fogadtuk, mert hát, hogy ez egy kiégett ember, meg pártitkár is volt, meg mit tudom én. És reveláció volt, ami a színpadon történt. Ott sok minden történt egyszer a magyar színházművészetben, és amit nem nagyon, de akik akkor látták az eladást, és akkor éltek 56 után, tudják, hogy ez az eladás, ez az akkori Magyarországról szólt. Ez az akkori, azt, hogy egy értelmiségi forradalom után vagyunk, körülbelül tudjuk, hogy most ez a sorsunk, mit kell csinálni egy értelmiségnek, egy felelősséggel gondolkodó értelmiségnek, Gábor Miklósnak, amikor rohad az államgépezetben valami. És ettől ez a Hamlet előadás mindenki számára egy katartikus élmény volt, de nem úgy, hogy politizálás. Én rettetesen utáltam mindig az ilyen direkt politizálódásokat. Manapság elég sok van belőle, amelyik úgy oda göngyöli nekem, hogy mi legyen a véleményem a politikáról. Nem. Átélhetővé tette az előadás az emberek számára azt a konfliktust, hogy 1956. november 4-e után Magyarországon értelmiségiként, emberként, polgárként, magyarként, hogy kell itt élni. Aki elment, azt látott, ha hazajött egy szép Hamlet előadást. Mi, akik itt éltünk, minket szembe állított kényszerűen azzal, hogy gondolkozzunk arról, hogy hogy élünk, és hogy mit kell csinálni. Azért nézek így önre, mert annyira beletalált abba, hogy én most néztem meg egy interjút, az utolsó interjúját, tévéinterjúját Gábor Miklósnak, ami 3 héttel a halála előtt készült, és éppen a Hamletről beszél benne nagyon hosszan, és elmondja tulajdonképpen ezt a morális konfliktust, és azt is, hogy hát Hamletnek magával van a legnagyobb konfliktusa, méghozzá az a konfliktus, hogy ő is gazembernek érzi magát, szóval ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog. Júliának mit mondott egyébként erről a szerepről? Beszélgettek erről? Egyébként nagyon nagy filozófiai vitákat folytattak mindig, én úgy tudom, vagy beszélgetéseket, nem is vitákat. Hát ugye, amikor a Hamletet bemutatták, akkor megnézhettem, de hát voltam 8 éves. Azért 8 évesen az ember nem tud még úgy Hamletet elemezni. Nekem a legnagyobb gondom az volt, hogy nem értettem ezt a szellem dolgot. Tehát amikor mit tudom, 2 év múlva megnéztem újra, akkor az a legnagyobb élményem az volt, hogy végre értem az egész történetet. Szóval a Hamletről így nem beszélgettem. Nem, azt így nem beszélgettem. Apukával. Többször láttam, nyilván valami mást láttam benne, tehát erről én nem mernék így nyilatkozni, és természetesen én is olvastam, amiket apu írt róla. Nem filozófiai beszélgetéseket folytattunk, hanem amikor, hát ugye, amikor már nem éltünk együtt, akkor rendszeresen találkoztunk, hát vagy ő jött át, vagy én mentem át, és akkor beszélgettünk. Na most ezek a beszélgetések, ezek borzasztó különbözőek voltak. Tehát lehet, volt olyan beszélgetés, ami arról szólt csak, hogy kivel mi történt, kész. De különösen akkor, amikor vagy szerepre készült, vagy könyvet írt, akkor ő szívesen beszélt azokra a dolgokra, amelyek éppen foglalkoztatták. Tehát ezek nem is annyira beszélgetések voltak, mint inkább én hallgattam őt, és az hihetetlen. Eszmefuttatások. Igen, nagyon élvezetes. Vagy mit, olyasmiről, amit olvasott, és miután nagyon sokfélét olvasott. Tehát az ő műveltsége az nem csak kizárólag egy úgymond humán műveltség volt, mert nagyon sok minden érdekelte, nagyon, tényleg hihetetlen sok mindenről tájékozódott, és olvasott könyveket, tehát az nekem külön élmény volt bölcsészként, hogy,
hogy mennyire apu, tájékozott. De még ezt is, szóval... Igen. És akkor ki is, vissza is érkeztünk a kiinduló pontunkhoz, hogy mennyi mindent csinált, és mennyi mindennel foglalkozott. Hát kezdjük akkor mondjuk a sok közül a fotóval. Az jó, az nagyon jó kezdet. Hogy... Az nagyon jó kezdet, a mert fotó. Hogy, mert hogy egyébként erről is vannak erekjeink, amit elhozott Szigeti Gábor. Annyiban erekje a két kép, hogy 1944-ben kint van a fronton Gábor Miklós. Na most ez 44-ben készül színes dia. A fronton egy frontkatona készítette. A másik talán még érdekesebb kép, ugye lovon ülő magyar katonák. Gondolja meg, hogy 1944-ben színes dia, nemrég Szakály Sándorral beszélgettem másügyben, és mondtam, hogy, hogy színes fotók a háborúban, tehát olyanok nincsenek. Hát mondom, lehet, hogy nincsenek, de itt vannak az asztalon. A kezemben. Tehát, és hogy, hogy ott fotózott, és később is fotózott, családi fotókat készített, és hát Juli mesélte, hogy a fürdőszoba volt időnként a sötét kamra, és akkor a fürdőszoba nem volt használható. Én azért mondtam azt, hogy jó kezdet a fotó. Tudnilik, én nemrég tudtam meg, hogy az én apai dédnagyapám, ő fényképész volt. Az biztos, hogy Balassagyarmaton volt műterme. Maradtak meg fényképek, tehát nem családi fénykép, hanem olyan, amit ő az ő műtermében készített. És ugye a fotóból jött a film, hát amikor már volt mozgóképszínház, akkor jött a fia, és akkor annak már a... Igen, Gábor Miklós édesapja. Igen, igen, akkor ott ő már ugye mozis lett, tehát akkor a fotóból jött a film, úgyhogy ezek így... Ha jól tudom, családi képek is vannak. Igen, aminek az az érdekessége megint csak, hogy ez 1956-ban készült ez a kép. Szeretem azt a szöges drótot ott Rutka Éva mögött, mert 56-os a kép, de színes dia. Mert hogy 56 nyarán voltak Berlinben a filmfesztiválon, és mit csinál ilyenkor egy magyar színész? Gyorsan a szünetben átslisszol, akkor még ugye nincs fal, tehát át lehet menni Nyugat-Berlinbe, és Kodak színes diákat vesz. És ha belegondolok, hogy 1968-ban, 67-ben készültek Latinovics Zoltánról színes fényképek egy fényképésznél, amelyeket már 85-ben nem tudott előhívni, mert már zöldek voltak. A nyersanyag, ehhez képest 56-os képek, 58-ban színes képek, sok-sok családi kép, szenvedélyesen fotózott, de a Balatonpartit is fotózta, tehát igen, ez egy szenvedély volt, de ugyanígy szenvedély volt a zene. Most ott állnak, ma már nem tudtunk, most éppen a lakásban néztük, hogy ott vannak a magnó kazetták. Akkor fölvett rengeteg magnó kazettára zenét. És ezek ilyen periódikus, ilyen időszakos fellángolások voltak? Igen, igen, igen. Hát amennyire én a nagyapámmal nem találkoztam, tehát meghalt korábban, mint hogy én születtem, de ő is ilyen technika, mindenféle technikai újdonság iránt érdeklődött, és ezt apukám vitte tovább. Tehát mindig volt egy korszak, amikor valami ilyen hát mánia, vagy tehát ilyen nagyon komoly hobbiként foglalkoztatta. Ugye az utolsó időkben ilyen volt a számítógép. Hát nekem nagy élmény volt, hogy engem tulajdonképpen apukám tanított meg a számítógépre. Júlia egyébként korábban említette Hirtling Istvánt, most innen folytatjuk még hozzá vele. Először 1988-ban egy várszínházi előadásban Goethe Torquato Tassójában találkozott Hirtling István színművész és a darabot rendező Gábor Miklós. Ezt később további közös munkák követték, kíváncsiak voltunk Hirtling István vajon hogyan emlékszik vissza az általa egyik legmeghatározóbbnak tartott színházi mesterére. Lássuk. Ő évtizedekkel megelőzte a saját korát. Rendkívül korszerű színész volt. Rendkívül virtuóz színész volt. Mondják azt is, hogy olyan nagyon technikás valaki, de ezen a technikán túl rendkívül mély színész volt. Nagyon jó eszközei voltak arra, hogy magára vonja a figyelmet, és fölértékelje a pillanatot, amit ő
hogy is mondjam csak, szóval többszörösen aláhúzva és fontosnak tartott, hogy a néző szemébe beleégjen az a pillanat, amit ő éppen hangsúlyosnak vagy fontosnak tartott. És ugyanez jellemezte a partneri viszonyban is. Tehát ővele nagyon meg kellett küzdeni, hogy a figyelmét magunkra vonzzuk. Állni kellett a sarat az ő jelenlétében. És voltak alkalmak, amikor ezt hát szóval nem szívesen vették ezt a próbatételt a kollégák. Tehát nagyon észnél kellett lenni magyarán. Nem bírta a slendriánságot, a pontatlanságot, a gondolattalanságot, a szándéktalanságot. Hát az nem trúváj, hogy valaki megtanulja a szöveget, elmondja, és utána hazamegy. Előtte, alatta, közben, folyamatosan vannak szándékok, célok, gondolatok, amiket megfelelően kell tudni, kifejezésre juttatni. És ennek ő rendkívül nagy mestere volt. Most elárulhatom, hogy az összeállítás alatt, az interjú részlet alatt Gábor Júli azt mondta, hogy hát és még finoman fogalmazott, írt Leng István Gábor Miklóssal kapcsolatban. Azt is, meg hát most így hallgattam az István, és emlékszem, hogy egyszer bent voltam, nem a Tasso próbáján, hanem apu rendezte a Tenner John házasságát, ami ugye valamikor neki is egy ilyen nagyon kedves szerepe volt. És ott ültem a próbán, hát természetesen próba közben ugye senki nem szól semmit, de utána azért oda mentem apuhoz, és mondtam neki, hogy papa, azért te ugye színészként tudod, hogy mindig a legutolsó pillanatban tanultad meg a szerepet, tehát a szöveget. Ő úgy tanult, hogy tehát úgy tudta a szöveget memorizálni, hogyha a szituációhoz kötötte. Tehát természetesen tanulta, de megtanulni mindig az utolsó pillanatban lett kész a szereppel. És mondtam, ehhez képest, bocsánat a kifejezésért, de akkor ezt mondtam meg, hogy papa, és van pofád így veszekedni a színészekkel, hogy nem tudják a szerepet. És minden előbb jött, mint a szöveg, tehát hogy épített föl egy szerepet, vagy hogyan foglalkozott egy szereppel? Ez szereptől is függ ám. Uh-huh. Tehát nagy bánata volt, és mint néző, én is értem, hogy miért volt az, hogy például hogy nagyon kevés vígjátékot játszott. Uh-huh. Fantasztikus vígjátéki színész volt, tehát csak meg kell nézni a Mágnás Miskát 1949-ből, hogy tudott vérbően komédiázni, és meg kell nézni az 1962-es Tenner John házasságát, megmaradt az egész felvétel. Hát egyszerűen a közönség a felvételen is hallatszik, hogy fuldoklik a röhögéstől, bocsánat, de eltelt 50 év, és így van igaza nagyon Pistának, hogy hallatlanul modern színész, ami azt jelenti, hogy 50 év múlva is nézhető. Mindig azt hiszik, hogy az a modern, aki napra kész. Nem, az a modern színész, aki olyan jól játszik, annyira sokat tud a szakmájáról, például egy színész a színészetről, hogy 50 év múlva is rendkívül izgalmasan lehet. A nagyon korszerű színészek, azok elavulnak, azok úgy hallgatjuk, hogy Jézus Mária deklamál, meg szaval. Gábor Miklós egy olyan hang, bár meg kell mondanom, hogy amikor az én kamaszkori nagy színházi élményem volt a Királyasszony lovagja a Madách Színházban 1956 áprilisában, és háromszor is megnéztem, fantasztikusan tetszett. Majd leadták 25 év múlva a rádióba, és azt mondta Miklós, hogy énekelek. Tehát egyszerűen nem, hogy micsoda színház az volt. Annyira kritikus volt egyébként Miklós, saját magában. Hát imádtuk azt az előadást. De az már... De egyébként ebbe pedig az is egy nagyon lényeges gondolat, hogy van színész, aki elér 22 éves korában, tudja a szakmát, valamit elért, és 50 évig ugyanazt a színvonalat tudja tartani. Na most az igazán tehetséges emberek, nem csak a színészek, a tehetséges ember éppen attól tehetséges, hogy folyamatosan gazdagodik lelkileg, szakmailag, tudásában. Na most Miklós, igen,
rá is vonatkozik az, amikor Thomas Mann meglátogatja a beteg Werfelt, aki mondja, már ugye idősek, és mondja a Werfel, hogy most olvasom a Buddenbrock házat, milyen csodálatos könyv, mire a Thomas Mann fiatalkori, kicsit szégyeli. Tehát, hogy igen, a Mágnás Miska az a Mágnás Miska, de hol van az a Mágnás Miska a 62-ben játszott Tenner Johntól, hol van az a 67-ben játszott Bicska Maxitól, tudásban, humorban, komédiát. És hogy mennyire akart tudni, nem fogom pontosan szó szerint idézni, de valami ilyesmit mondott vagy írt, hogy igen, hagyjatok megbukni, tudni akarom, hogy mit nem tudok. Tehát, hogy ennyire vágyott arra, hogy mindent tudjon. Egyébként ugye ez egy borzasztó nagy szenzáció volt, amikor ő Kecskemétre szerződött, akkoriban egy fővárosi sztárszínésznek vidékre szerződni, az nem volt egy annyira egyértelmű sikersztori a közönség felé, vagy kifelé, ennek nem volt annyira jó akusztikája. Mit talált meg Rusz József színházában, amit keresett, amire vágyott? Vásárézi. Hát én nem tudom igazából, hogy mit talált vagy meg. Vagy mit keresett? Lehet, hogy ez a jobb kérdés. Hát nyilván keresné valami mást keresett. Tehát valóban, ahogy a Szirtes Tamás elmondta, tényleg a Madách Színháznak ő volt a rossz szóval sztárja, tehát hogy azt játszhatott, amit akart, és valóban benne gondolkodtak a különböző rendezők, tehát ez így van. De mégis, ugye akkor 20 évet lehúzott abban az egy színházban, és elkezdte izgatni már valami más, valami másik út, másfajta színjátszás. Nyilván ehhez az is hozzájárult, hogy ugye ha akármennyire jól dolgozik együtt, például mondjuk Ádám Ottóval, aki barátja is volt, de aztán egyszer csak van egy pont, ahol úgy elkezdenek eltávolodni egymástól a nézetek, és akkor egyre nehezebb együtt dolgozni. Tehát ő vágyott valami másra. A Rusz Józseffel nagyon jó beszélgetések előzték meg azt, hogy a közös munkát, és hát aztán valóban kiderült a gyakorlatban, hogy tényleg jól választott. És hát volt még valami nagyon lényeges dolog, ugye nagyon szeretett volna tanítani. A főiskolán ez nem tette lehetővé a körülmény, és amikor lekerül Kecskemétre, akkor ő ott egy olyan körbe kerül bele, körülülik a fiatalok, és ezt mi is tapasztaltuk, amikor lent voltunk, de meg úgy mesélték vissza a fiatal színészek, hogy előadás után ott leültek a társalgóba, és ott tulajdonképpen tanúra folyt. Tehát előadás, elemzés, színészet, mesterségbeli vitákról. Egyébként, igen, Juli inkább hallgatta az apját, nekem néhány nagyon jó, én viszont beszélgettem vele. Mi elég különbözőképpen gondolkoztunk sok mindenről. Nagyon különböző alkatok voltunk, megfelelő távolságban tartottuk, ugye ráadásul elszerettem a lányát, úgyhogy ez egy ilyen bonyolult kapcsolat volt, de például arra emlékszem, hogy a Rusz József által rendezett zalaegerszegi ember tragédiája előadás után láttuk lent az előadást, lementünk Julival, de jöttünk is haza. És egy-két nap múlva egy körülbelül egy órás telefonbeszélgetés, ami vita oda-vissza, tudnék Miklós, azt is pontosan el tudta mondani, hogy miben nem ért egyet a Ruszt rendezésével. Tehát, hogy neki hol vannak a lyukak, mert akkor már a tizedik előadás volt, ő már látta a hiányokat is. Na most, amit Hirtling Pista mondott, igen, egy olyan ember, aki folyamatosan, állandóan újra gondolja a dolgokat, javítani akarja a dolgokat, azoknak nem szimpatikus, nem kellemes, akik örülnek, hogy megvagyunk, most mit ugrálsz? És Miklós olyan ember volt, aki folyamatosan akart mindent jobbítani, változtatni. Azt hiszem, hogy csak nagyon-nagyon vázlatosan sikerült itt az elmúlt 41 néhány percben egy ennyire színes egyéniség és egy ennyire nagy egyéniség pályáját, vagy milyenségét megrajzolni egy kicsit lezárásképpen. Csak így a viták, meg beszélgetések, meg eszmecserék kapcsán. Ha most itt lenne Gábor Miklós, akkor mit kérdezne tőle? Kérdezne? Vagy hallgatna? É. Nyakába borulni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak és beszélgettek velem mindenről, Gábor Miklósról, 100. évforduló kapcsán.
Önök az Ez itt a kérdést látták, műsorunkat visszanézhetik a mediaclick.hu-n, valamint követhetnek minket a Facebookon is. Következő adásunkban a Korvina kutatás legfrissebb eredményeiről számolunk be. A téma legavatottabb szakértőit kérdezzük. A pünköst hétfőn rendhagyó módon 17 óra 25 perctől kezdődő különkiadásban. Egyebek között arról is szó lesz, hogy sokkal jelentősebb volt a könyvkészítés a Magyar Királyi Udvarban, mint azt korábban gondolták. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, a viszontlátásra!